Az általányadózó egyéni vállalkozók 2023-tól havi helyett negyedéves bevallás benyújtására kötelezettek. Ezt továbbra is az 58-as jelű nyomtatványon tehetik meg az érintettek, ahol a társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót kell bevallani. A határidő a tárgy negyedévet követő hónap 12. napja. Ezen időpontig kell megfizetni a kötelezettséget is. Kedvező változás 2023-ra vonatkozóan, hogy már nem kell figyelembe venni az előző évi bevétel összegét. Az évközi határokra viszont tekintettel kell lenni, tehát a minimálbér 10-szeresére, illetve a kizárólag kereskedelmi tevékenységet folytató általányadózó esetében a minimálbér 50-szeresére vonatkozó értékhatárt. További kedvező változás, hogy az általányadózási mód megszüntetése utáni várakozási idő az eddigi 4 évről 12 hónapra csökken. Emellett a hivatal bevezeti az úgynevezett göngyölítéses módszert. Ez azt jelenti, hogy az arányosság érdekében, amíg az adózók ki nem merítik az adómentes jövedelem keretet, addig kevesebb SZIA, TB, illetve szochó fizetési kötelezettség terheli őket. Az év másik részében viszont ezek az összegek magasabbak lesznek. Az éves összeg kiegyenlítése arányosítása érdekében került bevezetésre ez a göngyölítéses módszer. Ennek a módszernek a lényege, hogy az adóköteles jövedelemhez, a negyedéves adóköteles jövedelemhez hozzá kell adni az előző negyedév vagy negyedévek adóköteles jövedelem összegeit, és ebből kell kivonni az előző negyedév vagy negyedévek járulék alapjának az összegeit. Ezt a különbséget kell elosztani annyi hónappal, amennyiben a tárgy negyedévben biztosított volt az általányadózó. Fontos, hogy minden hónap egésznek számít, amennyiben legalább egy napig biztosított volt az adózó.